Szár község Komárom-Esztergom megye délnyugati részén, a Bakony alján, a Neszmélyi borvidék részekén. Nevével már középkori oklevelekben is találkozhatunk. A 18. században itt volt az Esterházy család csákvári uradalmának mintaszőlészete, mely középkori hagyományokra támaszkodva főként jó minőségű fehér bort termelt. A 18. században a Fellner Jakab által épített sörház ma borpinceként szolgál. Fellner Jakab tervei alapján 1777-ben copf stílusban emelt római katolikus templomnak a 18. század második feléből származó barokk oltára és szószéke van, Szent György festménnyel, mint védőszenttel. A református templom 1793-ban épült. Az 1831-ben emelt késő klasszicista stílusú evangélikus templom oltára és a szószéke 1830 körüli évekből való. Ászár nagyszülöttje Jászai Mari, kinek szülőháza emlékházként a művésznő életét, színházi munkásságát mutatja be. A Miniskanzen 2011-től látogatható. Minden házacska egy adott időszakot és egy adott építészeti stílust örökít meg. Szomszédságában 1863-ban épült szabadkéményes konyhával és kemencével rendelkező lakóház van, Vartaféle tájház, melynek hátsó szobájában a 60-as-70-es éveket idéző retro múzeum kapott helyet. Több kulturális rendezvény részesei is lehetnek az ide látogatók, például a Jászai Napok, Szent Istvánéi Vigadalom és Múzeumok Éjszakája, vagy az Adventi Kórus Találkozó. Az ászári pincékben finom helyi borokat kóstolhatnak. Stúdió.